Szeretettel köszöntöm Önöket, és rögtön az első kérésem az lenne, hogy engedtessék meg nekem, hogy a tegező formát használjam. Azért is tenném ezt így, hiszen szívből szívhez szeretnék szólni, amely nem mellékesen ettől még maradna a tisztelet hozzá, mert ott megtalálnánk vele egy olyan a szólamot, ahogyan együtt, akár a karácsonyi asztalnál beszélgethetünk, akár ahogyan együtt egymással tehetjük. Ezért lehetőség szerint így folytatnám. Rendben van ez mindannyiuk számára? Igen. Akkor megköszönöm. Így van. A fénykor aranyasszonyairól szeretnék beszélni egy nagyon szép, nemes témáról, ám bátor egy nagyon időszerű témáról. És ahogyan Molnár V. Jóska bácsi, hogy én ismerem, 16-18 éves koromban ültem először az ő előadásait hallgatva, nekem már csak Jóska bácsi. Ámulva és bámulva hallottam a tengernyi tudását, és azóta is, amelyet hoz hozzánk. És felhívta a figyelmünket tulajdonképpen azóta folyamatosan arra, hogy milyen világban élünk. Most a helyzet, ha lehet, még annál is rosszabb, hogy a téma kapcsán beszélhetnék az aranyasszonyokról magasztos szólamokat, de vissza kell mennünk az alapokig. Mert egészen addig, ameddig nem csak hogy hímezni, fonni, szőni nem tudnak az asszonyok, hanem az esetek többségében a szívük sem tud megnyílni. Annyi csalódás, fájdalom, szenvedés érte őket az életükben, és mellette a férfi társaikat, hogy egészen egyszerűen a szeretett kapcsolatokban nem működünk egymással. Az érintéssel, az egymáshoz szólással, az őszinte felvállalásokkal. Hogy ahhoz, hogy egyáltalán az élet, mint szertartás, életszer lehessen, ahhoz vissza kell mennünk majd oda, hogy a szívünk meg tudja nyílni egymás felé. És a nőiségnek ez az egyik legfontosabb küldetése, üzenete és feladata. Hogy ezért innen szeretnék kezdeni. Pozsgai Nikoletta Bogarin vagyok. Talán az egyik legfontosabb küldetésem és szívügyem a nőiség ébresztése. Nem csak mint az aranyasszony tradíció a hordozója, energia minőségében és képviselője, tanítója, hanem egyébként mint kineziológus és életmód tanácsadó terapeuta dolgozom. Ami azt is jelenti, hogy hétköznapi szinten nőkkel, férfiakkal találkozom, tehát a lelki problémáikat hozzák el hozzám, és azt, hogy lehetséges, hogy van egy idea bennük, hogy van egy ősi gyökerük, amelyet szeretnének élni, de ezzel szemben mégis ott van valami, amit úgy hívunk, hogy a hétköznapi élet, amelyben tele vannak problémákkal, nehézségekkel, amelyeket meg kell, hogy oldjanak. És szeretném ezt az aspektust is behozni, ezt a szempontot, hogy maradjunk a magyar nyelvnél, mert ha ott maradunk a Földön, a hétköznapi világban, az otthon terében, akkor ha van csata, akkor ez a csata ott fog eldőlni. Hogy a magyar nő otthon tud-e lenni? Ki tudja nyitni a szívét? Van-e még ereje hozzá, és van-e melegsége mindehez? Hát, ha nincs otthon tűz, nincs otthon szív és szeretet, akkor a férfi nem tud hazaérkezni. És ha a férfi nem tud hazaérkezni, akkor felébred a marsikussága, az erőszak, az agresszió, az akarom, a kell, a harc, a rivalizálás, és az harcot szül, és háborút. Már pedig ezért azt mondom, hogy otthonokban kell, hogy rend legyen, tűz és melegség újra, ez pedig a nők dolga. Ezzel a kis bevezetővel indítanánk, és röviden összefoglalva ezt a hatalmas nagy témát, ha lehet röviden összefoglalni, hogy mit is jelent nőnek lenni. A nő már ékes magyar nyelvünk szerint is, nő, növel, és állandó növekedésben van, állandó változásban kell, hogy legyen. Abban a pillanatban, hogy megáll a növekedésében, a növelésében és a táplálásában, abban a pillanatban pszichoszomatikus tüneteket fog produkálni. És nem csak, hogy boldog asszony nem lesz belőle, hanem rengeteg betegséggel, keserűséggel, csalódottsággal megáldott lesz, és ha ezt az áldottságot értelmezni tudja, akkor felébred. Mert a keserű, a szomorú sorsa, a hiányosságai, a romló párkapcsolat egyszer csak felébresztik, és körülnéz, és azt mondja, hogy valamit tenni kellene. De nem kint kell tenni, nem a férfit kell okoljuk. Bármiért, ami van, és bár nagyon fontos szerepük van, majd erről is lesz szó, de hogy én úgy tapasztalom, úgy élem, és így is tanítom, hogy ha a nő a helyére áll, akkor a világ a helyére áll. Mert akkor van középpont, akkor van béke, van szeretet, van szív, és a szív lesz az a szeretet útján, ki tudja egyenlíteni mindazt, ami megtébolyodott, már nem is a kiegyenlített szót használnám hozzá. Úgyhogy a nő legfontosabb szerepei, ugye a növelés, a táplálás, az életadás, az életetés, akár hagyományokról van szó, akár az élet hétköznapi körülményeiről, és
az összekapcsolás. Márpedig ma, ami felé nem is halad a világ, amiben van a világ, az az izoláció, elkülönülés, elszigeteltség, magány életérzése. És még azok is, akik látszólag hasonlóan gondolkodnak, különbözően fejezik ezt ki, és fennakadnak különböző kifejezéseken. Holott egy nyelven beszélünk, egy forrásból érkezünk, egy tőről fakadunk, ahogy mondanánk, és egy föld van alattunk. Mi több, közös, az ősiségünk. Ebből adódóan meg kell találnunk az összekapcsolódást és az összekapcsoltságot. Ehhez viszont a nőnek, ahogy mondtam, hogy a nő a forrása az éltető energiának, nem csak, hogy magára kell ismernie, hanem növekednie kell, meg kell nőnie, és először önmaga szemében. Önmaga szemében kell megtalálnia, önmaga szívében kell ráébrednie mindarra a tudásra, ősi bölcsességre, ami van és él benne. Mert ezt nem tudja, mert nem mondják el neki, az iskolában nem tanították, nem volt ott nagymama, dédnagymama, aki megtanította volna, vagy átadhatta volna, akkor egész egyszerűen nincs meg ez a tudáshoz való hozzáférési lehetősége. De a tudás megvan ott mi jelleg belül. Úgyhogy ezért meg kell nőni, rá kell ébrednie, és majd utána jöhet el a következő pont, hogy a férfi szemében is meg fog tudni újra nőni a nő. A férfiak megbecsülik mindazon nőtársainkat, szerintem, akikben megtalálják a melegséget, megtalálják a hagyományokat, megtalálják a szívet és a szeretetet. Én nem találkoztam még olyan férfival, aki ne tisztelt volna meg. Hálásan mondom ezt. Viszont láttam olyan nőket, akiket nem tiszteltek meg. De azt is láttam, és a gyógyítási gyakorlatokban azt is látom, hogy többnyire a nő az, akit elindítja ezeket a folyamatokat. Mégpedig azzal, hogy nem ad szeretetet, hanem megfosztja tőle a férfit, és ha megfosztja, a férfi nem jut az éltető forráshoz. És ha nem jut az éltető forráshoz, nem lesz más választása, mint valahonnan szerezni, elvenni. Ezt teheti szépen, szép szavakkal, virágot visz és kedveskedik. Vagy teheti másképpen, és arról már ne is beszéljünk, hogy milyen formációi van. Hogy a nőből indulunk, és ahhoz, hogy a nő emlékezhessen, egyáltalán tudhassa a régi bölcsességét, amit egy aranyasszony bölcsességként egyáltalán megnevezhetünk, az el kell kezdeni emlékeznie. Magyarán ahhoz, hogy előre mehessen, hátra kell néznie. És nem is annyira a pár évszázadot, bár néha az se tenne rosszat, hogyha a hagyományaink felé tekintenénk, hanem egészen mélyre ásva, méghozzá nem is a történelemben, hanem a sejtjeinkben. A sejtjeinkben méghozzá a DNS szinten és epigenetikai értelemben a DNS köré rendeződő fehérjeláncban lenyomatokat hagyó, és nagyon hivatásos, hivatalos volt, a mintázatok szintjéig. Mert hogy ez a tudás bennünk él. És ha a tudás bennünk él, akkor csak meg kell találnunk a módot és utat, ahogyan ezt ki tudjuk nyitni. És ezért lesz az emlékezés egy nagyon fontos feladat. Méghozzá a nőiség számára nem is olyan nehéz módon, hiszen a nő intuitív lény, érzelmes, érez, és nagyon könnyen tud boldogulni bármilyen visszavezető módban, akár a terápiák folyamatára gondolok, akár a mesék világára gondolok. Egy nőnek azt mondom, hogy képzelj el egy napot és holdat, már nem csak a nap és a hold van ott, hanem a csillagok, az alanta felent és az életfa és minden, ami körülötte ott van, és már érzi hozzá, hogy éppen milyen az évszak, minden megjelenik benne. Úgyhogy ha emlékezni tudunk és emlékeztetni tudunk majd, akkor rá fogunk jönni a legfontosabb lényegre, mégpedig azt, hogy a nő a tápláló forrás. És nem beszélhetünk nemzetegységéről, nem beszélhetünk családegységéről, hogyha a család forrása, a nő nem áll a helyén. Csak pár képet hoztam. És ahhoz, hogy a nő a forrásához visszatalálhasson, a méhe lesz a legfontosabb kiindulási alap. A méh tudását szeretném az itt lévőknek, és nem csak nőknek, egy kicsit feleleveníteni a férfiak számára is, hiszen mindenünk számára az ősi bölcső, ahonnan érkezünk, akár nők, akár férfiak vagyunk, az édenkert, az egység állapota, ahol egyek vagyunk édesanyánkkal. Ebből jövünk, ebből az egységből, természetes, hogy ide vágyunk vissza mindannyian. Nő is másként, férfi is másként. De tudjuk, hogy férfi visszavágyik a nő ölelésébe. Nem csak azért, mert vágyai és ösztönkésztetései vannak, amelyek egyáltalán nem megvetendők, hanem azért, mert ott van a melegség és az egység, a hazatérés vágya és lehetősége. A méhről pedig tudjuk, hogy nem csak az élet kelyhe,
hanem kiapadhatatlan, mindig megújulni képes erőforrás. Mert ugye a nő energetikailag, a működéséből adódóan forrás, képes kehelységéből adódóan a világ összes energiáját magába hívni, magába gyűjteni, és azt ráadásul még finom anyagi formájába átalakítani, a férfi számára fogyaszthatóvá tenni, és persze a gyermek számára hozzá. Mégpedig a méh felfelé terelő energia áramának köszönhetően ez megérkezik, ez az energia a szívbe. A szívből pedig min keresztül adjuk ki, nem csak a szívünkön, hanem a melleinken keresztül. Láttatok már nőtársaim olyan férfit, aki nem érdeklődött volna a női mellek iránt? Lehet, de lehet, hogy nem volt igazán férfi. Ami azt is jelenti, hogy a férfiak nagyon jogosan és nagyon rendben levő módon érdeklődnek a női mellek iránt, mert hogy azok nem csak hogy szépek, hanem egyébként energetikai módon pulzálnak, energiát adnak, viszik az energiát. Innentől nekünk nőknek nem összehúznunk kell magunkat, hogy a mellünket véletlen megnéznék, hanem nyugodtan, bátran kiállni vele, hogy igen, van, Isten áldott a lehetőségünk, segítségünk, és erőt, szeretetet adó lehetőségünk. Ez persze nem azt jelenti, hogy ki kell raknunk őket ebben a formájában, hanem működtetnünk kell őket. De csak akkor tudjuk működtetni az energiáját, hogyha a méhünkben meg tud érkezni ez a rengeteg energia. Na már most a méhben bár megérkezne az energia, de hogyha energetikailag szennyezett, már pedig ma szennyezett, alig képes energiát felvenni a nők méhe, akkor nem tudja ellátni a nő a legfontosabb feladatát, az életasszonyságát. Ha nem tud energiát fölvenni, akkor nem tud energiát megfinomítani, készíteni, főzni belőle, és akkor nem is fog tudni átadni. Mikor szennyezett a nők méhe? És ne beszéljünk a szemétről, amelyet Jóska bácsi hangsúlyozott, de beszéljünk egyszerűen csak arról a munkáról, ami szintén női, méghozzá az érzelmek megtisztítása. Mert hogy ez is női szerepkör. Női küldetésünk egyik része az, hogy a mellettünk lévő szeretteinket, mindenkit, aki a környezetünkben van, állandóan tisztítunk. Praktikusan, egyszerűen szólva, mint egy mosógép. Használom ezt a szót, mert ez az egyik legfontosabb funkciónk. Begyűjtjük azt, ami körülöttünk van, azért, hogy áttisztítsuk, a forrás energiával összevegyítjük, megtisztítjuk, felemeljük, átnemesítjük, és a szívünk keresztül átadhassuk. És ha át tudjuk ezt adni, akkor megtisztítottuk az otthonunk terét és energiáját. És akkor van hova hazamenni, és más az energiaminőség otthon. Ha méhünkkel lehet, és kell is foglalkozni, mert nem csak mindenre képes, hanem, mint írtam, megújulni képes erőforrás. Soha nem apad ki, hogyha ismerjük azokat a módszereket, és régiek ismerték őket, amelyekkel tisztán tudjuk tartani, és energetizált állapotban tudjuk őt tartani. Na most, ez esetben nem beszélünk miomáról, nem beszélünk cisztákról, és a spirálra sem nagyon lesz szükség. Mert az a nő, aki ismeri a méh energiájának működtetését, egészen egyszerűen összhangban működik a teremtő egyel. Tehát a spirál, mint szó, ebben a formájában szóvasek erül, mert hogy szívesen fog életet adni. Nem lesz számára kérdés, a miért és a hogyan. De a férje számára sem lesz szűkösség, mert hogy a bőségnek, a pénzbeli bőségnek nagyon is fontos kapcsolata van a nő és a férfi kapcsolatához. És erről sokat lehetne beszélni. Most visszamegyek oda, hogy ha a nő bőséges forrásában, akkor bőséges az áldás a termésében. És ha bőséges az áldás, az mai nyelvre lefordítva a pénz formájában is a férfi oldaláról megjelenik. Mert hogy ma nem vadászni és földet művelni megy el a férfi, hanem pénzt keresni. És miért megy el? Abból a szent küldetéséből fakadóan szerintem, hogy eltartsa a családját. Na most hát elmegy, és gyakorlatilag este alig jön haza, alig látja a családját, akkor nem tud áttisztulni, nem tud megtisztulni, nem tud feltöltődni, és romlik az egészségi állapota. És ennek lesz az az eredménye a mai 60-70 évesekre. Egyébként viszonylag jellemző közegészségügyi helyzet, betegségek halmaza. Viszont ennek a másik oldala, hogy akinek van küldetése, van hozzá szíve és az működik, azok mindig egészségesebbek. Miért? Mert nem a földet nézik, nem a sarat nézik, hanem az eget nézik. És aki az eget nézi és van küldetése és messzire lehet, különösen a férfiakra mondom, azokat van, ami inspirálja. És ha egy férfit bármi inspirál, akkor a férfi hegyeket tud megmozgatni. Ehhez kell viszont inspiráció. Ez ugye, ahogy mondani szokás, vagy a nő,
miután a család. Sörsilapán. És így van. De mellette és vele együtt a nemzet és maga a hazai eltetése, és természetesen a világ megújhodása így egyben. Most ezeknek a forrása még mindig a még, amiért dolgozunk vele. És egy-két hozzá egy kis adalék, hogy a fészkeiben őrizzük, ugye fészkeinkben őrizzük mi az ősi női bölcsességet, hiszen a fészkeinkben, a pete fészkeinkben ott vannak a pete sejtek, és azok a pete sejtek energetikai mintázatokban és információs mintázatokban honnan jönnek? Édesanyáinktól. Az ő pete sejtjeik pedig az nagymamáktól, dédanyáktól és így tovább. Ilyen módon egészen egyszerűen a pete sejt magában hordozza az eredendő női információt. Hogyha a pete sejt információ megérkezik a méhbe, már pedig a termőképes állapotban, ilyen érdekesen mondtam, fogam, hogy mondjuk ezt rendesen magyarul? Fogamzóképes állapotban nem tetszik. Termőképes, legyen termőképes. Termékeny állapotban. Ahogy megérkezik ugye a pete sejt, egy egészséges női méh energetikai állapotából adódóan berobbantja a pete sejtben levő információt. Egy komplett naphatás érvényesül, rengeteg energiával, és a nő emlékezik. Mert hogy a saját őseredeti nőiségének mintázatát havonta egyszer az a pete sejt kirobbantja, berobbantja, és emlékeztető fröccsöt küld szerte szét a nő egész testében. Ezt érdemes használnunk nekünk nőknek, hiszen bennünk van mindez. És akkor ehhez már csak mellek, édes teje, amelyet idéztem és meséltem, a forró öl, amelyről tudjuk, hogy a mindenségbe repít. Mert ugye a nő összekapcsolja az eget és a földet. Egybe tudja szeretni a szétválasztottat, egyé tudja tenni a kettőt, és nem csak a szívével, hanem az ölével. Ahogy a férfit magába fogadja, a férfi és a nő egyé tud válni ebben az ölelésben. És hogyha abban van szív, nem csak közös ülés lesz belőle, hanem valóban szerelmeskedés, szeretkezésé tud válni, akkor a nő dimenziókapuvá válik. Ami azt is jelenti, hogy valóban kinyitja a mennyek országát. Igen. És erre azt mondjuk, hogy a mennyek asszonyává válik. És innen már könnyű lesz a férfinek lehozni a csillagokat, hogyha ott van. Először föl kell oda repíteni, és ez is a mi dolgunk, de nem annyira nehéz egyébként. Ugye. És hozzá jöhet az is. Egyébként ez mind-mind aranyasszony tudás volt régen. És erre majd még visszatérek, nagyon fontos. Nem véletlen volt annyira bőséggel megáldva az aranyasszonyok társadalma, mondjuk így. És hát természetesen, ahogy az elején kezdtem, szívével lát a nő, szívével érez, szívével szól, szívével gyógyít, szívével él, ha működik neki. Ha nem kell újraéleszteni, és nem fagyott meg. Mert hogyha megfagyott, akkor nincs mivel szeretnie. Úgyhogy ezért, ha a nőkkel dolgozom, az első és legfontosabb, hogy mindig a szívet nézzük meg. Hogy hol tört meg, hol szakadt meg, milyen csalódásban, milyen megkeseredésben veszítette a nő általában az örömképességét. És az a nő, akiben az örömképesség kihunyt, nem nagyon fog tud szeretni. És nem is nagyon fog tudni örömbe kísérni. Ha pedig nem tud örömbe kísérni, a férfi kénytelen máshol keresni az örömét. Ez pedig nem tetszik az asszonykának otthon. Teljességgel, rendben való módon. Ezen túl a szív tud még valamit. A hatalmas információs, magnetikus mezejének köszönhetően sokkal erőteljesebb a vonzóképesség és a kiragyogó képessége, mint bármely más szervünknek. Ugye ez már tudományosan igazolt, orvosilag igazolható tény. A neurokardiológiai kutatások igazolják azt, hogy a szív sokkal több impulzust küld kifelé és az agy felé, mint az agy vissza a szívnek. De megmondták ezt már korábban pár ezer évvel a Föld másik keleti tekén, ha gondolunk akár a kínainak nevezett medicinára. Magyarán a szív kiragyogó tere összeképes kapcsolódni, nem csak felfelé és lefelé, hanem egymással. És ahogy megfogjuk egymás kezét, és ma a fényláncban majd Tibor vezetésével, szeretném, ha erre hangolódnátok. Keressétek meg ezt a szívkört, láncot, kapcsolódást, hogy együttok vannak a szívek. Mert amikor a nő egymás felé kinyírtja a szívét, akkor ott valami csoda történik. Először ez tülésbe hozza a férfi. A férfi és a nő együtt pedig megszólítja az ötödik elemet, a szer elemét. És ha ez megszólal, akkor ott jelen van az isteni. Ezt kívánom nektek majd az estébe, a szerbe. És persze ehhez nagyon sokat tudnánk segíteni mi nők, hogyha igazi nővériségbe találnánk újra. Ma nem feltétlenül nem fogalmazok virágnyelven, inkább nem igaz az, hogy a nők segítik egymást. A nők bántják egymást, rivalizálnak, a férfiakért harcolnak,
főleg a későbbi korokban. Ami azt jelenti, hogy össze kéne, hogy fogjanak nem csak családon belül, hanem egymással. Mert régen egy közösségben élő nők, ha fonóban beszélgettek, daloltak, hagyományokat átadtak együtt, fontak, szültek. Együtt meséltek, hogy a telkához visszamenjek. Élő volt a hagyomány, nem kellett éltetni, vagy mesélni róla, akár így, ahogy azt most én teszem, mert hogy lehetséges, hogy teljesen más, egy szertűz körül jöttünk volna össze, és beszélgettünk volna, miközben a férfiak kezében nagy valószínűség dob lenne, énekeket hallgatnánk, dalolnánk, és még az is lehet, hogy mi lenne még jelen. Egység. Egység, egy akarat. Úgyhogy ma ezt így tudjuk tenni. Én beszélek, a szíveitek pedig válaszolnak, hallgattok, és látom a szemeiteken, hogy érzitek, amiről beszélek. És ez jó, hogy erre építjük a folytatást. Ugye azt állítottam, de hát eddig, hogy a nők mindig is magukban hordozzák a generációról generációra átadott bölcsességet, ősi tudást és erőt, nem csak genetikai szinten, hanem a tudás szintjükön is. Itt van nagyon-nagyon fontos szerep a nagymamáknak, dédnagymamáknak. Úgyhogy nagyon szeretném kérni azokat a körben, akik nagymamakorban, dédnagyamai korban vannak, hogy álljatok a családotok mellé. Mert hogy a mai nő, aki anyává érik, egyedül van, nincs támasza. És nincs támasza, akkor a hisztérikus állapot az nagyon gyorsan eljön ám. És vele együtt a depresszió is, és vele együtt az összeomlás is. És hogyha egy nő egy családban összeomlik, akkor a család összeomlik. Úgyhogy nagymamák, soha nem volt szerintem nagyobb szükség a támogató erőtökre, mint ma. Úgyhogy aki ebben a korban van, meséljen, menjen, legyen jelen, bármi, amit mond, még akkor is, hogyha látszólag nem veszik át a fiatalok, mert szoktunk ilyet csinálni, mi fiatalok, félfülle hallgatjuk, de amikor ott van a helyzet, akkor eszünkbe jut. Hogy mit mondott a déd nagymamám, aki még ment július 2-án a kévét gyűjteni? És aztán már senki más. Ő még elmesélte, hogy ez hogyan volt. De volt, aki mesélt, és nem mindenkinek adatik ez meg, úgyhogy meséljünk egymásnak is. És hogyha a nő idáig eljut, és emlékezik, és érez, akkor már tudja, hogy benne születik minden újjá. Nem csak a fizikai gyermek életútját tekintve, a gyermek áldással. És ma 21-én ez egy nagyon fontos üzenet, hiszen fényszülő asszonyok vagyunk, mindannyian jelen. A fény születik, a napfiú születik, de honnan? A boldog asszonyból, a méhből, a nőből születik. És ha a nő nincsen ebben jelen, hogy a születésnek valóban melegséget tudjon adni, és a férfi nem támogatja, akkor bár megszületik a fény, de a sötétség továbbra is nagy. És a kicsiny fénnyel mi történik, hogyha a sötétség nagy? Mi történik vele? Ami az elmúlt évszázadokban, nézzetek vissza, eltűnik. Eltűnik. Gyökértelenségben leginkább. Ha ezt is tudjuk, akkor már ezt is tudjuk, hogy a nő lesz a biztonság bölcsője. Gyermeknek és felnőttnek egyaránt. Így lehet ő a jövő anyja, ahogyan meséltem. Ide szeretnék eljutni egy kicsit több idővel. Az új egyensúly bábája is a nő. Ez azt is jelenti, hogyha megnézitek a képet, ugye a jobb oldalán a férfivel szeretném kezdeni, egy harcos, és most inkább az elmúlt a, hát mennyi legyen, mondjuk a vaskortól induljunk, jó? Tehát a vaskorig. A férfi már egy nagyon jó példa erre, indulhatnak a bronzkortól is, ugye megjelenik már a fegyver, és onnantól bőven a harcoskodás. De hogyha csak a vaskortól indulunk, és annak a férfi ideáját nézzük, a férfi egy folyamatos átalakuláson megy keresztül, mégpedig finomodik. Megtalálja a lunáris minőségét, a szív minőségét, ez az evolúciós fejlődésének az útja. De nem szabad közben elveszíteni a magyar virtusát, és ez egyébként a magyarságnak egy nagyon fontos, sajátos ajándéka. Mert úgy kell a férfinek majd a szívét megnyitnia, hogy közben maradjon az ereje. Különben anyámasszony katonájává válna, és senkinek nem kellene. Ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, kell a nő, aki viszont, ha megnézzük az elmúlt a 2-3 ezer év történetét, a patriarchátus, hát nevezhetjük áldozatának, elszenvedőjének, ha szűk távlatot nézünk, ha nagyobbat nézünk, akkor az evolúciós összjáték egy megfelelő következő részét megélve, tapasztalva. Azért mondom így, mert nem szeretném, hogy a nőkben megerősítsük.
erősödjön a bosszú vágy, az ellenkezőjét szeretném. Nem arra van szükségünk, hogy a férfiaknak nekiessünk, hogy mit tettetek velünk 2000 évig és egyébként is, hanem arra, hogy ezt átszeretve, magunkban meggyógyítva, bölcsességgel megfinomítva, azt tudjuk mondani, hogy igen, volt, ami volt, de ettől még szeretlek. Ettől még te vagy a férjem. Ettől még szükségem van a férfira, méghozzá arra a férfira, akit nagybetűvel írok. Mert a kettő együtt tud csak egy lenni, együtt tud teremteni. És ehhez a nőnek lehet, hogy meg kell bocsátania. Különben a szíve nem fog működni, és senkinek nem lesz jó. Úgyhogy egy új egyensúly bábája ezért a nő lesz, mert nem csak, hogy az újjászületési folyamatban kell, hogy jelen legyen, ő magának kell újjászületni ebben a folyamatban. Mint mondtam, emlékezni, fejlődni, nőni, emlékeztetni, és segíteni a férfit abban, hogy visszataláljon régi önmagához. Most így mondom. És ezzel összekapcsolódik a racionalitás, a tudásnak, a racionálisan felfogható formája, az ösztönös, természetes szívbölcsességgel. És a kettőre ismét együtt van szükségünk. És akkor tovább mennék egy kiemelt és nagyon fontos témakörbe. Hogy a magyar nő szerepe mindenben kiemelten fontos. Nem csak a Kárpát-hazában, hanem akik itt vagytok jelenlévőként, szerintem egyetértetek mindannyian ebben, hogy az egész világ felemelkedési folyamatában. Ha már csak abból indulunk ki, hogy magari nép, ugye má az Isten anya jelentése, a gár nem csak sumér módon jelenti a népet, és a má nem csak a mama, a máty, a különböző szavain nézve, a legtöbb szó megközelítésben az anyát jelenti, hanem má az a mantra, amelyben az egész világon, az ősi civilizációk a nagy anyaisten nőt. Mi úgy mondjuk nagy boldogasszonyt ismerték, tudták és élték. Mégpedig ezek alapján azt mondom, hogy a magyar nép az Isten anya népe. Az Isten anya népének lánya volt mindig is. Bárminek hívtuk. A Kárpát bölcsön szülött be, ami azt jelenti, hogy a bölcső, a szülő, a kiindulási pont szülötte DNS formájában is, és alatta a Föld kristályszerkezetében hordozott tudásával egyetemben, ami itt van. És amennyi víz van alattunk, tudjuk, hogy a víz milyen mértékben veszi fel a rezgés mintát, igaz? És azt is tudjuk, hogy mennyi víz van alattunk, és azt is tudjuk, hogy mennyi forrásunk van, és mennyi gyógyító információt hordozó forrásunk van, amelyekkel élünk. Azt is tudnunk kell, mint mondtam, petesejt, a női generációs változat, hogy aranyasszonyok leszármazottja a magyar nő. Mert ha végignézzétek a generációk hátterét, a tizedik ponton már szinte minden, tizedik szinten már majdnem mindig mindenki valakinek a rokona. Ami azt jelenti, hogy kimerem azt jelenteni, hogy aranyasszonyok leszármazottja ma minden magyarul beszélő, Magyarországon született magyar lelkű és magyar szellemiségű. Így értem. Ez azt is jelenti, hogy ősten tudata van, az egység tudata van, tehát élő Isten tudata van, tehát nem imád, tisztelt, él belül. Az Isten anya és Isten atya szerelmetes szülötte, hiszen szerelemből van. És a szerelemből van, akkor az eszenciája a szerelemből való teremtés, az ötödik elemből, ami nem tud más, mint éltetni, növelni, békét hozni, és a középpont erejével összerendezni. És egy kicsit a történelemből is hozzak példákat már. A nagyanya a Kárpát bölcsőben mindig is jelen volt, és erre tárgyi bizonyítékaink vannak. Párat szedtem csak össze belőle, nem sokat. Ennél 100 000 szedtök van, tárgyi bizonyítékaink. A madáristennő az őskori alakokkal megtalálható ma a Nemzeti Múzeumban. Őskori leletekről van szó. Ott van a Kökény Domi Vénusz újkőkori lelete tiszai kultúrából származó időszámításunk előtti 5.-6. évezred tájáról, vagy hasonló korból, egy török bálint, egy dullácska, edémi szobra található. Ugye itt szintén ebből az időszakból Rákos Csabai istennő grészkori időszakából, a tatárlakai lelet, amely szintén istennőt ábrázol, a Séhi Vénusz, amely még Amerikában is kiállítási tárgyává vált, annyira híressé vált, Magyarországon alig hallottam valakit, aki ismerné ezeket a leleteket. Az újkőkori 5. évezetes levet szintén, és csak pár belőlük. Ami azt is jelenti, hogy a Kárpát haza nem csak hogy bölcső, a nagy anya bölcsője volt, és van máig. És ezt nem csak gondoljuk, nem csak kitaláljuk, vagy nem csak tudni véljük, hanem tárgyi bizonyítékaink vannak rá, amelyek még meg is nézhetők. Tehát vannak.
És akkor egy kis kitekintés az Istenről Szent neveire, egy pár szintén Szent nevénként. Mert nagyon sokféle módon hívtuk, akkor is, amikor az ős bölcsőben éltünk, akkor is, amikor onnan kivándoroltunk, és akkor is, amikor oda visszatértünk bármelyik szakaszában a történetnek. Az Kita Anyahita Aranyis, ugye Kulova, a Kurgánból származó leletet, szintén egy anyahita, illetve egy Inanna, a Sumérdomból kőfaragás mellőle, amely csak pár a nevekből, amelyek szintén beszélik magyar nevek, de szerintem ezt itt mindannyian tudjátok. Hiszen Anahita, Anyahite, nagyon röviden, egyszerűen. Inanna pedig élő Anna, élő anya, a mai magyar formájában pedig Ilona, amelyet egyik ismert aranyasszonyunk is viselt. De ez csak a kezdet, mert hogy ott van Szarvas anya, Hunor és Magor édesanyja, Enik formájában. Nimród feleségeként. De hozhatnám Emesét is példáként a Sólyom kapcsán. Turulunk kapcsán. De ott van Boldogasszony is később Máriaként, a keresztényé lett ország Mária tiszteletében megőrződött ős anyatiszteletünk. És mindegy, hogy minek hívják az országot felekezetileg, a magyar név ma is tudja, ismeri, éli a nagyanyát. A nagyanya tehát azt mondjuk, hogy ölelésében ingatja a Kárpát-medencét, régen szarvasanyaként, nagyboldogasszonyként, végül magyarok királynőként, bármilyen formájában is, de van. És ez valami olyan fontos belső élő tudás, amely a magyar nőnek mindig is erőt kellett, hogy adjon, tudott adni, csak a mai, mondjuk úgy fiatalságnak már nincsen hozzá kapcsolódása. Már a Mária kultuszban sincsen zömmel kapcsolódása. Úgyhogy van dolgunk ennek kapcsán ébresztő szeretnünk. Úgy mondjuk ezt, hogy bár keresztényé tettek minket, mi Mária országa lettünk, de továbbra is Boldogasszony fiai és lányai maradtunk. Mária ott él mindenben és minden évkori cselekedetünkben, legyen az világia vagy szakrális, mert a magyar nép éli a Mária kultuszát is, hiszen ott van Mária. Máriát látja, Máriát várja, Mária látogatja. Vele él. Nem fent van, hanem lent van. Velünk van a Máriaság és a Mária megélés. Az anya a megélése. Hiszen számunkra a szakrális és a világi régen is egy volt. Ma sem kellene szétválasztanunk azt. Hiszen pont az egyik legfontosabb a lényeg az egységben az élet részévé tenni a szakrális tudást. És ebben van ma a legnagyobb kihívásunk. Hiszen a közös ősség alapvetése lenne, hogy a közösség egyetlen a létre tudjon jönni. Közös ősségre ma már kezdünk emlékezni. Ebben már nagyon jól tartunk. A közösség, vagy közös az egünk, az már nem biztos, hogy mindenkinek megvan, mert ki milyen Istent lát, ki hova tartozónak véli magát. De ha megtaláljuk a valódi közös eget, az egyisten hitünket, akkor ez már nem lesz továbbá kérdés. Ilyen módon lehetünk csak élő közösségé. És az élő közösségé válás, ez az a kihívás, ami előttünk áll minden napunkban. Mitől fog élni mindez? Hogyan fog élni mindez? Bennünk, velünk együtt. És hogy fog ez közösségként működni, hogyha mindenki máshol van? Régen összejöttünk, együtt éltük, együtt tettük a szert. Az ország különböző részében vagyunk. De összejövünk, mint ahogy ma is összejövünk. Mert fontos az ügy, vagy fontos az egység. Ez egy nagyon fontos aspektus. Hoztam még életfát, magból életfa a formájában, mind a kettő dinárcsit is, és ugye a sárospatokot is, hiszen nagyon szépen példázza, és a rajtam lévő Lendvai Kati által készített kendő is, ez van, csodaszarvasokat és életfákat hoztam, hiszen egy nagyon fontos szimbólum a nőiségnek, és vele együtt a magyarságnak. Hiszen az a mag tudásunk, az valahol ki kell, hogy nőjön. És ezért ez fontos a méh, hiszen a méh erőből tud kinőni. Ezt úgy is mondjuk, hogy az életfa belőlünk nő. Mi magunk válunk azzá. És ha belőlünk nő, mi magunk válunk azzá, akkor az égig érő fa, a tetejetlen fa, a lélekfa, az Isten fa, az Isten maga, amelyé válhatunk ebben a folyamaton. És a mag magában hordozza ezt a teljességtervet. A petesejtjeinkben lévő mag, a hímivarsejtekben lévő magjaitok mind
benne van a teljesség magja. Tehát valóban itt az idő összetenni a kettőt ebben a formában is. És utalnék egy szkíta szokásra, kettő szokásra. A szokás volt kardot körbehordozni. Nem a véres harcba hívő kardra gondolnék, hanem arra, amelyet körbehordoztak, és a sátor, akkoriban jurtái letettek be a földbe. Mit jelentett ez? Nemzésre fel, uraim! Ja. Ez egy másik jelentéstartalma. Tehát a kard a földben jelentése, hogy itt az idő. Viszont, hogyha kard ott volt a földben a jurta előtt, akkor nem ment be senki, mert tudta, hogy fontos fénynemzés zajlik. Mert a sátorban. Ami azt is jelenti, jó? Tehát nem mindegy, hogy a kardot miért hordozzuk körbe. Mire szólítunk fel vele? Ahogy a dob is szólíthat harcba, de szólíthat szerve is. És válasszuk az utóbbit. Mert hogy azt hiszem, hogy ez a dolgunk. Az aranyasszony örökségét, hát röviden nem tudom, de megpróbálom összefoglalni. Az az őstudás képviselő női minőség, aki az Isten anya kelje testi valójában. Így röviden. Ehhez viszont Isten anya tudattal kell rendelkezzen, és tudnia kell, hogy a mag minden tudását hordozza, és ehhez kehe is, és ehhez tápláló erőforrás is egyben. Ilyen módon tud a Föld anyával, az Isten anyával folyamatosan kapcsolatban lenni, a kettőt egyé tenni. És ez a tengelyben állás, középponti erőberendezés, ez a legfontosabb szerepe az aranyasszony minőségnek. Ez volt és van. Eszenciájában, ugye régen mondhatjuk, hogy ugye a rimalányok, asszonyok és ugye a rimalány képzés zajlott, a belőlük, közülük kiválasztottak és elhivatottak. És kiválasztottak nem csak földi megközelítési formájukban, hanem égi elhivatottsági formájukban váltak aranyasszonyokká. Tehát az aranyasszonyi vállás nem azt jelenti, hogy valaki kitalálja magáról, hogy aranyasszony, és nem is elegendő hozzá az, hogy elhivatottsága legyen. Egy folyamatos női belső kinyílásban kell, hogy legyen hozzá. Ami azt jelenti, hogy én magam sem használom az aranyasszony szót. Miért? Mert sokkal magasztosabb annál. Mert ha azt mondom, hogy az Isten a földi kelyhe, és én ezt magammal azonosítom, akkor az egómmal működök együtt. Ha azt mondom, hogy az aranyasszony tradíció, az aranyasszony hagyomány, az aranyasszony minőség hordozója vagyok, akkor viszont alázattal vagyok a minőséggel szemben, és azt mondom, hogy ebben növekvő nő vagyok. És ez egy másik nézőszög, azt gondolom. Tudnunk kell azt, hogy az aranyasszonyok, rima lányok, az áldott asszonyok a képződésük folyamatában, akármennyi Isten adta, hozott tudásuk is volt, képzésben vettek részt. Szakrális rítusok, beavatások sorában vettek részt, hogy felkészüljenek a feladatra. Senki nem várta el tőlük, hogy azonnal készen legyenek bármire is. Tehát a képzés, képződés fontos volt mindig is, csak ezt másképp vettük akkor. Tudások pedig nem csak, hogy papnői, táltosasszonyi, javasasszonyi, tanítói, stratégiai és diplomáciai kellett, hogy legyen, amellett hogy élték a nőiségüket a családjukban, családanyaként. És ez valami nagyon fontos különlegesség a magyarságban. Csak itt, csak az aranyasszony tradícióban van jelen az, hogy ezzel a hatalmas tudással rendelkező nő az Isten anya kelje földi valóságában a közösségben él. És nem attól távol. Papnőkultuszokban, hogyha visszatekintünk, vannak templomok, abban csak kiválasztott férfiak mehetnek be, nők nem jöhetnek ki belőle. A papnői tudás él és van, de nem elérhető a hétköznapi ember számára már. Az aranyasszony papnői tudása, a táltosasszony papnői tudása, a kapcsolódási képessége, az urákulum képessége egy élő tudás, és hozzá természetes, ami ismét egy nagyon nagy ajándék. De tudjuk, hogy éles elmélyű asszonyok voltak, tanultak, hiszen stratégiai és diplomáciai tudásuk sem hagyott kívánnivalót. Gondoljatok csak Attila által küldött, de édesre. Hová küldte őt? Kivel küldte őt tárgyalni? Kivel? Kivel? A pápához. A pápához. Na most egy aranyasszonyt, nem én megyek, hanem egy aranyasszonyt küldök el a pápához. Miért? Mert mi van az asszonyban? Szív, még összekapcsolódottság és középpont. És a diplomáciában ez a legfontosabb. Mert nem harcolni megyek, nem észérveket hozok, hanem békét teremteni megyek. És ezért
meg az aranyasszony. Mert az aranyasszony megjelenik, ott béke születik. Mert középpont van. Nem jobb és nem bal, hanem egy összerendező elv és középpont. Ezek miatt egyértelmű, hogy nagy rövetült tagjai volt a közösségnek, törzseiknek. És akkor ismételném, hogy tudásuk, hogy a szakrális nőiség egyetemes bölcsességén alapul. Tudó és bölcsasszonyokra van tehát szó, és a legnagyobb kincsük a jelenlétben való képességük, amivel érdemes visszatérni, mert hogy mindannyiunk adottsága és lehetősége, és a szív képessége. Ha jelenben vagyok, akkor érzékelek. Érzékellek mindannyi útokat, aki a hátsó sorokban van, és mindenki. Érzem a teret, ahogy mozdul, érzem a fentet, érzem a lentet. Érzem, hogy milyen munkában vannak a belső földiek alattunk éppen most. Érzékelem, hogy mi történik körülöttünk, csillagállásokat. Sokkal hatalmasabb nézőszög és érzésszög, amelyhez az ember szavakkal nem is mindig talál megfelelőt. Azt gondolom, hogy ezekről sokat tudnék beszélni, de azt kértétek, hogy az időben igyekezzek, egy kicsit lépek. Mondjuk, szerintem ide. Az aranyasszony mai feladatai hasonlóak a régihez, és közben teljesen mások. Hasonlóak abban, hogy a régi szakrális, szakralitást, tudást, bölcsességet kell átadni ma is, és ma is a nőket kell nevelni, akik utánunk jönnek, és felkészíteni, és gyógyítani, akik körülöttünk vannak, de egy olyan korban kell ezt megtegyük, amikor sokkal rosszabb a helyzet. És a tudás, vagy az, ami gyógyításnak nevezünk, hogyha nem kapcsolódik papírokhoz, akkor nem tiszteltetik meg. Abban a szerencsében van résztem, hogy nagyon sok papírom is van. Nem azért tettem, mert kellett, hanem azért, mert vágytam a tudásra. De tudom és látom, hogy nagyon sokan teszik a megfelelő dolgokat, de papírok nélkül. És mert papírok nélkül teszik, ezért hogy tudjuk ezt szépen mondani? Nem a megfelelő tiszteletet kapják, hanem valami teljesen más. Holott középpontban állnak, az érintésük gyógyító, a jelenlétük gyógyító. És ott élnek közöttetek. De nem merik elmondani, hogy milyen minőséget áldoznak, és talán maguk sem tudják, csak teszik a dolgokat. Úgyhogy ki kell nyitnunk a szemeinket, és látnunk kell, hogy mi történik. És a másik, amiért ezt most hoztam, az az élet. Mert nem csak, hogy ott vannak körülöttünk, hanem ott vannak bennünk ezek a minőségek. És amit élni tudunk, az az évőrökség. Amit pedig úgy hívunk, hogy az évkör. Az évkör jeles ünnepei, nem a feltétlenül a mai formációira gondolok, hanem arra a kozmikus iránytűre gondolok, amit úgy hívunk egészen egyszerűen, hogy az égi rendszer leképeződése, amelyet szerek formájában ültünk, tartottunk és tartunk ma is. Az évköri változási rend, mert a nap, a hold és a csillagok járásának megfeleltethető. Nem csupán az egyiknek, nem csupán a másiknak, hanem egy hatalmas világszemlélet leképeződése, ami viszont rendszert adott a régen élő embernek, és rendszert adhat újra a mai élő embernek. És az évkör itt van, élhető tudásával együtt. Az aranyasszony iskolában mi éljük az aranyasszony évkörét, és tanítjuk, és az egyik legfontosabb dolgunk, amit teszünk a nőkkel, nem csak azért, hogy ez a tudás átadódjon, hanem azért, hogy élővé váljon ez a tudás újra. És ma iskolának hívjuk, mert ma így lehet a felnőtt képzésben elfogadtatni valamit. Ezért ma így hívjuk. De a lényeg az ugyanaz. A tudás és az élet, ami benne zajlik. Annak a középpontja, annak a megérése. Az a szerelem, ami a női teljességnek a sajátossága. És az a rendszer adás, ami mindig is a középpontban álló tengely erő volt. Hogy arra emlékezünk. Egy képsort hoztam a kolokváriumból Rebeka alkotásaival hozzá, az évkörről a négy elemben, egyetemben. Ez most egy 80-as mosztató évköri megközelítés Boldogasszonyainkat egyetemben, amely kezdődik a Gyertyaszentelő Boldogasszonyunkkal, ugye február 2-ával, ezt nektek meg kell bemutassam, mint idő, és nem a december 21-ével kezdtek most szándékosan, hanem a női leány minőség kibontakozásával, nőiség szemszögből megközelítve ezt, akkor el tudom mesélni a nőiség történetét. Hiszen, hogyha megindulunk a pici tűzdel, a kicsi leánykával, a szűzleányon, akkor a következő gyümölcsortó boldogasszonyja válás, mint női minőség, az a felkészülésünk a fogamzásra.
hogy anyává válhassunk. A menstruáció eljövetele a női életutunkon. A következő ugye a babban ideje, május, pünkös időszaka, amikor szerelembe fordul, szerelemre érik a lány, és szerelemre talál. És persze, utána, hogy haladunk tovább, a szerelem beérik, testévé válik és szexualitás követi, már régi szokások szerint házasság, szent rítusa utáni állapotban. Egy biztos, a mennyasszonyi minőség kerül itt felvételre, hiszen az aranyasszonyok mindig is átadták azt a tudást, amelyen a férfit jól lehet szeretni. És ebben van szexuális tanítás, van testi tanítás, a dimenziókapuság tanítása. És ma ez az aspektus kevéssé elérhető, pedig nagyon fontos, hogy jól hogyan lehet szeretni egy férfit, ahhoz, hogy jól érezze magát, és boldog lehessen asszony is és férfi is. Hogyha van mit elindítanunk, akkor van mit aratnunk. Ha minőségi volt a mag, akkor az aratásunk is minőségi lesz, és a gyermekek is fénynemzetségük okán minőségi gyermekekként tudnak születni. Hát nem gondolom azt, hogy sok gyermeket kellene szüljünk, azt gondolom, hogy sok minőségi gyermeket kellene szüljünk, akit minőségi módon kellene felneveljünk. Ebben a formációban pedig a minőség átadása, a tudás átadása nagyon-nagyon fontos és kiemelt feladat. Ez pedig már a nevelésnek a kérdésköre. Ami nagyasszonyunk, a nagy boldogasszonyunk ideje az augusztusi időszak, amit aranyasszony hónapjának is neveztek sokáig, és ezt a Székelyföldön is. Kisasszony idejére érkezik ugye az ősszel, amely kozmikus rendben követve, ugye a szeptember 8-ához kötjük, de egyébként tudjuk, hogy a szűz csillagképhez kötődő régi hagyományról van szó. Magyarán ennek a kisasszonyi minőségnek a születéséről van szó, aki aztán majd az évkör fordultával elindul gyertyaszentelő gyümölcs oltó boldogasszony, babba sarlós és nagyasszonyjá válásának folyamatában. Tehát itt a nagyasszonynál, sarlós boldogasszonyjá már az anyában vagyunk, nagyasszonyjá már megérkezünk az érett anyává, tápláló anyává, és megérkezünk vele a kisasszonnyal, a születő unokába is. És ha egy picit vetünk a elmúlt ezer év karácsonyi hagyományainak hátteréhez, Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Jézus, a napfiú. Ez a hagyomány nem csak a katolicizmusban van meg, mert a hármasság benne van a magyarság alapjában. Nagy boldogasszony, kis boldogasszony. És a fiú, a napfiú, aki születik ennek végén. Itt most a női évkörben vagyunk, tehát kisasszony születik a folyamatában ekkor. Itt van olvasós boldogasszony, a föld, a számvetés időszaka. A második aratás végén, amikor számot vetünk, hogy mit sikerült vetnünk, mit sikerült aratnunk, és abban mi maradjon. A szétválasztása az ocsónak, és ugye annak a magnak, amelyet jövő évre el tudunk tenni. Amelyen megérkezünk ide, ahol most vagyunk az évkörön, a szülőboldogasszony idejébe. Mert a december 21-e szülőboldogasszony ünnepkörjéhez tartozik, az új fény születéséhez. És ezért külön öröm, hogy pont 21-én itt és most, és ma beszélhetek a nőiség küldetéséről, mert ezzel indítottam, hogy a nőiség szüli a fényt. Az a nőiség, aki tudja, hogy milyen fényt szülni, mert tudja, hogy fény születésére érkezett erre a földre. Úgyhogy ott vagyunk most, hogyha a nő emlékezik a tudására, kehelyiségére, emlékeztetjük és visszatér ebbe az ősi energetikájába, tudásába, lehetőségeibe, akkor fogja tudni, hogy ő a tápláló forrás, tehát nem lesz ezzel semmi problémája, hogy a férfi szeretne kapni tőle, szívesen fog adni, mert tudja, hogy akkor az adás és az elfogadás harmóniáját tudja vele helyreállítani. És tudjuk, hogy mi nők, a világ hét csodája szerintem most jön, az egyik az érintéssel kezdődik. Ugye? Tehát hagyjuk az építményeket, térjünk oda-vissza. Hogyha érinteni tudok, akkor mindent meg tudok tenni. Hogy érintsük, öleljük egymást. Ölelés a második. Rendben vagyok. Rendben, nagyon szívesen. Szeress mindenhol, minden körülmények között. És lehet, hogy azzal fejezzük be az előadást, hogy megöleljük egymást. Rendben. Két évvel ezelőtt ugyanígy 12 nőt hoztam, én voltam a 13., és öleltünk, és szerettünk. De most ketten itt vagyunk. Most is itt vagyunk.
Úgyhogy az alkotás éltetéshez pár példát hoztam csak, de szerintem értitek, látjátok, hiszen a nő bármit, amit létrehoz, legyen az vasárnapi ebéd, legyen az egészen egyszerűen csak mosott tiszta ruha, de konkrétan éltető, hagyományokat hozó alkotás, éltet mindent, ami van, a szakrális tudást, a bölcsességet, és ezzel életet ad. Minek? Minek ad életet? Az Istenének. Tehát élő Isten, bennünk, velünk együtt a hétköznapjainkban. Nincs más dolgunk. Jó, ehhez. És ami segíthet ebben, az a kapcsolódja nővéreiddel. Ezt a nőknek üzenem, hiszen a férfiak a férfi társaikkal kapcsolódjanak ahhoz, hogy rendezzék soraikat, mondjuk így. Először mi nők egymással kell, hogy kapcsolódjunk, mert rengeteg segítséget tudunk egymásnak adni. Támaszt, bölcsességet, kortól függetlenül és korral együtt. Hogyha a fiatal meghallgatja az időset, és az idős meghallgatja a fiatal, teljesen más gyönyörűségek jönnek ki belőle a tudásról, a bölcsességről. Ehhez viszont kapcsolódni kell, mert ha kapcsolódunk, akkor az erők összeadódnak. És ma este erre lesz lehetőséget a fényházban. Úgyhogy kapcsolódás induljon hozzá. És akkor azzal zárom a mondataimat és soraimat a végén, hogy amikor a nő megtalálja önmagát, akkor az új egyensúly, új szövetségében férfi és nő újjá teremthetik valóban a Földet. Az aranykor új dimenzióját, magát a fénykort. Mert hogy ma nem csak arról beszélünk, hogy az aranykorhoz kell visszatérni, hanem arról beszélünk, hogy a fejlődési spirálon egy sokkal magasabb szinten kell a mai aranykort megvalósítani, amit pedig egész nemes egyszerűséggel úgy hívunk, hogy fénykor. És innentől az aranyasszonynak fénykori módon kell működnie. Nem teszi jól, hogyha régi módján működik. Mert hogy ha kimegyünk, teljesen más van a plázák valóságában, az óvodákban és mindenhol. Nem működhetünk a régi módon. Tehát gyakorlatilag a rugalmasságunkat, az alkalmazkodó képességünket és a szívünket kell használni újra, nők. Úgyhogy mai magyar asszony módjára oda kell állnunk a dolgok, hát azt mondom, közepébe. És tennünk kell a dolgunkat. Most, itt és most pedig ez az lesz, hogy megöleljük egymást. Jó? Várlak benneteket szeretettel ebbe az ölelésbe, mi itt megkezdjük szerintem a sor elején. De azt kérem, hogy ne hagyjatok bennünket ezzel magamra. Magamra? Bennünket ezzel magamra. Nagyon jó, teljesen jól vagyok egységben magammal. Tehát együtt. Jó? Úgyhogy köszönöm nektek a figyelmeteket, és innentől ölelésbe megyünk át.